Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az első Galgamenti Népművészeti Fesztivált június 7-én az impozáns Turay Schossberger kastély parkjában. A rendezvényt a Turay Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület rendezte a Kastély Kft. Támogatásával és a helyi önkormányzat együttműködésével. Az Egyesület elnöke Szokolik Szabolcs céljának tekinti, hogy névadójuk szellemi örökségéhez hűen egy népi hagyományokra alapuló kulturális rendezvényt hozzanak létre. Turay népművészeti értékeiről a rendezőváros polgármestere Szendrei Ferenc beszélt. Nagyon sok jelentős és szép népművészeti emlékünk van, és amiért minden nap küzdünk. Legjelentősebb néhányat sorolnám föl, a népzene. Most már népzenészek generációi kerülnek ki tőlünk, az amatőr szinttől elkezdve, egészen a Zeneakadémiáig bezárólag. Nagyon jelentős a népviselet ápolása. Most már örömmel mondom el, hogy középgenerációs alkotó művészeink is vannak etéren, illetve a népi tánc művelése és oktatása egészen a óvodás kortól gyakorlatilag kortalan kategóriáig. Fontos önöknek, hogy a Galgamentén túra továbbra is ilyen népművészeti központ legyen? Igen, mindenképpen fontos az, hogy megőrizzük a hagyományainkat. Ugye Turay a Galga völgye legnagyobb, a Galga mente legnagyobb települése, ami kötelezettségekkel is jár. Mindenféleképpen a népművészet megőrzését és továbbadását e közé a kötelezettségek közé sorolnám, ami az önkormányzatnak is természetesen nagyon fontos. Programot nyújt a lakosságnak, illetve mindenféleképpen egy felelősséggel tölt el az, hogy a következő generációknak továbbadjuk, és ne vesszen el akár az összmagyarság szempontjából, akár az élhető vidék megteremtése szempontjából, és tényleg egy gondolattal ezt befejezve a vidék élni akar, és ez nagyon fontos eszköze neki. Az egésznapos népművészeti forgatag hagyományos májfaállítással indult a turai néptáncosok közreműködésével. A fesztivált Szendrei Ferenc Turay polgármestere nyitotta meg. Ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy tényleg mit is jelent egy ilyen rendezvény. Ez számomra az elmúlt 8 évben egy picit egy olyan rendezvény is, ami hiánypótló rendezvény. Sokat gondolkodtam én, hogy milyen hasonlót lehetne csinálni. De most van egy olyan civil egyesület, egy olyan civil kezdeményezés, aki nem csak turai, hanem a Galga mentéről is rendelkezik tagokkal, tehát nem csak Turayról vannak tagjai. Így a mai napon nem csak a turai hagyományokkal, hanem a Galga mente hagyományaival is meg tudunk ismerkedni. A legkisebbek néptánc bemutatókkal örvendeztették meg a közönséget, a 7 és 18 éves fiatalokból álló helyi csoport moldvai táncokat mutatott be. Turay népi gyermekjáték és néptánc csoport ovisai Mészáros Petra vezetésével pünkösdőlő kör és láncjátékokkal kedveskedtek a nézőknek.
Boldogi Kaláris Néptánc Együttes legkisebbjei a Gyöngyszemek előadásukban Mezőföld ugrós táncának figuráit mutatták be. Kisbetyár egy a legkisebb táncosokat kapcsolja egy csoportba a Galgahéjvízen. A jelenlegi csapat egy éve működik együtt, tőlük pünkösdi játékokat láthattak a fesztivál látogatói. Az isaszegi csata táncegyüttes 1968-ban alakult, és 5 korcsoportban közel 150 taggal büszkélkedhet. A nagykamas csoport mezőföldi táncait Kővágó Zsolt koreografálta. A népi hangszerek bemutatása és megismertetése mellett Unger Balázs tanítványai, az ifjú galgamenti zenész válogatott tagjai muzsikáltak. Bangó Enikő, Benke Andrea és Lajtos Adél, a Turai Hevesi György általános iskola tanulói ugyan még csak egy éve énekelnek együtt, de már több aranyminősítést is szereztek. Galgamenti népdalokkal készültek a fesztiválra, felkészítőjük Kis Anita volt. A Bagi Muharai Népi Együttes több fesztivál és nívódíjjal büszkélkedhet. Tőlük autentikus bagi táncokat láthatnak nézőink. Számos érdekes program zajlott párhuzamosan a színpadi előadások mellett. A patinás Iböl Miklós által tervezett Schossberger kastélyt óránként induló idegenvezetés segítségével lehetett még jobban megismerni. Sok-sok tetőablaka, az egész kastélynak egy ilyen különleges meseszerű festői megjelenése van.
A kéményeken, illetve meg lehet figyelni is a tetőrészek különböző helyein kovácsolt vas díszítő elemeket. A gyerekek a népi játszóházban szórakozhattak, vagy interaktív mesemondáson vehettek részt, ahol bárki a népmesék főszereplőjévé válhatott. Emellett egésznapos játékos megmérettetés keretében Pünkösdi királyt és királynőt is választottak. A Gesztenyésben rendezett főzőversenyen 5 csapat indult, és rengeteg finomság készült az őszpörköltől a slambucig. Stábunk a később 3. helyezést elért tekercselők és barátai csapat szakácsát kérdezte a készülő csülökpörköltről. Mi van ebbe a csülökön? Van benne, füstölt csülök van, meg nyers csülök és lapocka, sertés lapocka, és akkor ízesítve van mindenféle finomsággal. Többek között van benne paprika, paradicsom, egy kicsit lecsó alapos. Na, tessék megkóstolni, nagyon finom. Köszönöm, és hány adagot készít? Hú, nagyon sokat, mert a munkatársaimnak is csináljuk, itt Turán dolgoznak, és majd jönnek ki, és ebben meg a burgonya lesz, mert kell egy kis köret is, mert egyből megeszik az egészet. Jó ebédhez szólt a nóta a Turai Őszi Rózsa nyugdíjas népdalkör közreműködésével. Csingas, világos kék szemembe. El is válok, nem is tartok szedeltük, mert a legény nem olyan, mint az előtt, mint a nátszál lehajlik a partjára, gyáva legény, ki te hagy a babája. Nagy Zoltán királyi főszakácsnak nehéz dolga volt a főzőverseny zsűrizésében. Amire figyelni kell, hogy jó ízű legyen az étel, mindenki meg tudja kóstolni, el tudja fogyasztani. Ne legyen sós, ne legyen nagyon fűszeres, pont el kell találni azt az állagot a főzésnél, a húsnál, a zöldségeknél, hogy az egy kész, komplett, megfelelő étel legyen. Tudjuk azt, hogy szabadtűzön, bográcsban, katlanban főzni nagyon nehéz. Tehát én azért mondom, hogy aki most ez az 5 csapat, aki itt volt és részt vett, az a 20-nál is fog emlékezni arra, amit itt most az előbb elmondtam. A 3. helyezett a tekercselők 2. csapata lett ízletes csülökpörköltjükkel. A képzeletbeli dobogó 2. fokára a zsinnyegők csapata lépett tárkonyos ragújuknak köszönhetően, míg a nap nyertese a tekercselők 1. csapata lett, akik egy remekbe szabott őszpörköltet készítettek. A gyermekek testközelből ismerkedhettek meg a népművészeti elemekkel a kézműves táborban. Több kézműves foglalkozással is készültünk, lehet vőfélybotot készíteni, a trukkolásnak az egyszerűbb változatát, a szögnyomdát lehet nálunk kipróbálni, ügyességi játékot lehet készíteni, és mivel hogy Pünkösd hétvége van, ezért Pünkösdi Rózsát. Kik vezetik a foglalkozásokat? Hát a foglalkozásokat főleg táncosok, illetve segítséget kaptunk óvónéniktől is. Már az összes népi játékokat, és már az összes kézműves cuccot megcsináltam, csak már a színező hiányzik. És mit tartasz a kezedbe? Ez ilyen nyomda. És ez a virág? Ezt csináltam Pünkösdi Rózsa, a másik asztalnál. És a szalag? Ez így vőfénybot, ott ennek az asztalnak a másik felén lehet. A fesztivál részét képezte a kézművesek mesterségek bemutatója. A turai Győriné Széchenyi Mária hagyományőrző viseleteket készít. A legeslegelső felkérés az a Lónyay úti református gimnáziumban volt, hogy a gimnazisták szeretnének bocskaiba ballagni. Hát innentől aztán megállíthatatlan volt a hógörgeteg, mert a gyerekek vitték a hírét, vitték a névjegyemet, és a hagyományőrző viselet készítés lett a fő életcélom.
Milyen alkalmakra készít ön még ruhákat? Hát tulajdonképpen ez a századforduló viselete nem kimondottan egy konkrét tájegységnek a ruhája, hanem a polgári viselet. Tehát a bocskai ruha is, az úri nők viselete, és olyan formába próbálom elkészíteni, hogy hordható legyen a mai fiataloknak is. Dobosné Ildikó kosárfonót mestersége történetéről kérdeztük. Az ókorba érdeklődött az ősember a fonás iránt, megfigyelte a természetet, megfigyelte a madarakat, hogy hogy vannak a madárfészkek, és ennek alapján elkezdett fonni. Tulajdonképpen mindig is vonzódtam a természetes anyagokhoz. Ezért a kosárfonás nagyon korán megtetszett nekem. Jártam mindenféle fesztiválokra, és ott találkoztam ezzel a népművelővel, Székely Évával, aki ennek a tudója, szintén Hévízgyörkön lakik, és bekapcsolódtam ebbe a eleinte tanfolyamba, később pedig a hagyományok házán keresztül elkezdtem az iskolát. A csontfaragó és szaruműves tannál Morvai Tibor beszélt a szakmájáról. Én marhalábszárcsontból dolgozom, és marhának a szarvait használom föl, tehát ezek az alapanyagok. Hogyan lehet ezeket megmunkálni? Hát teljesen más szerszámokra van szükség a csonthoz, mert ez egy rideg, kemény anyag, a szaru pedig egy hajlítható, tehát itt látszik is a termékeimen, hogy ez például az is hajlítással készül, úgyhogy teljesen külön kellett felszerszámozni a csontot és a szarut. A csonthoz ilyen fémipari szerszámokat használok. Ezt a mesterséget mennyien művelik az országban? Lehet ezt tudni, vagy esetleg egy megközelítő számot? Hát nagyon pontos számot tudok, ketten vagyunk még csontfaragók, mert ezzel nagyon sok a munka. Van itt közel hozzánk egy, minek nevezzük, hangszer, kürt, így van. Ha megkérem, meg is tudja szólaltatni. Ennek két funkciója van, én a kürtölni tudok, de igazándiból vadászkiállításokon ezt bőgőkürtnek használják, tehát a szarvasokat ezzel csalogatják elő, de miután én nem vagyok vadász, én csak a kürtölést tudom bemutatni. Bozó Györgyné Terka néni már 16 éves kora óta trukkol, és már 1956-ban népi iparművésznek mondhatta magát. Mesterségét mind a mai napig űzi. Kitől tanulta a mesterséget? Hát a anyámtól, a szomszédban lakott, én mindig ott voltam, segítettem neki, azt át is vettem, megörökültem. A minták azok honnan valók? Attila néni csinálta, a anyám. Lemez, ilyen puha falba bele van verve, akkor kékfesték, ultrakékfesték vízzel, ennyivel össze van főzve, ennek mindig melegnek kell lenni, mert másképp nem fog, meg az anyagból kigyűn, hogyha mossak, nem marad benne a kék, azért ilyennel csináljuk. Ezek, amiket csinál, ezek kifejezetten turai motívumok? Ez mind turai. És mi van a turai motívumokon? Őszi rózsa, tulipán, folyó rózsa, háromfél csillagos, nagy kígyós, kis kígyós, mindnek van neve. Már a nevezésnél is nagy volt az izgalom a Konty és Bajusz mustránál, ahol többek között a fesztivál egyik főszervezője, Szokolik Szabolcs is megmérettette magát. A verseny eredmény hirdetése előtt Benedek Krisztina, a népművészet ifjú mestere beszélt a Kontyok történetéről. Most ugye a Konty... Az egy különleges dolog, mert egy bizonyos életszakaszát jelenti a női létnek, amikor leányból asszonnyá válik a nő. És igazából ez a Konty nagyon nem is volt látható, hiszen vagy féketőt tettek rá, vagy pedig kendővel fették le. A táncmulatságok voltak azok a helyszínek, ahol még a fiatal menyecske igazából nem kellett, hogy féketőt vegye, meg nem kötötte be a fejét, tehát azért volt ennek láthatósága. Ez most azért nagy dolog, mert most ezeken a kontyokon se fékető, se kendő nincsen. Tehát jól látható, hogy milyen szépségesen be lehetett a hajfonatokat tekerni. Krisztina külön kiemelte, hogy a kontyversenyen az igényességet, a díszítettséget és az eredetiséget vette figyelembe. A bajusz történetéről Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz Társaság ügyvivője, és egyben a verseny zsűri tagja mondott beszédet. Bajusszal kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez egyike a ősi magyar ügyeknek. Az a viselet darab, amit sosem vetünk le,
éjjel-nappal viseljük, és a Kárpát-medencében Székelyföldtől az Őrségig, vagy a Felső-Magyarországtól a Adriáig területében a legegységesebb, és időben több ezer évről beszélünk, hogyha véletlenül megnéznék a Magyar Bajusz Társaság honlapján, a legelső bajuszos ábrázolás egy Krisztus előtt 300-as évekből fennmaradt szkíta nemes takaró, ahol egy lovát peckesen megülő lovasíjász, kackiás felfelepödört bajusszal ül. A zsűri további tagjai voltak még Szokolik Melinda néptánctanár, Vajda Márta, kerámia készítő, Szentpéteri István, kunsági bajusz király, Bajsza Nagy Balázs, Ajkai István és Járomi Zsolt, a magyar bajusz kategória jelenlegi világ és Európa bajnoka. Mindkét kategóriában 7-7 versenyző szerepelt. A hölgyeknél nagyon szoros csata döntött, végül harmadik helyen a turai Tóth Bernadett végzett, a második lett Pásztai Ildikó Boldogról, és végül a konytymustra győztesének járó oklevelet a turai Pece Katalin vehette át. A férfiaknál is kiélezett küzdelem után dőlt el a végeredmény, amelyben a bronzbajusz tulajdonosa, a bagi Szokolik Szabolcs lett, a második helyen a Dunakesziről érkezett Balog Ádám végzett, és végül az első turai bajuszmustra győztese Fehér Imre lett. Nézőink a fesztivál színpadi programjai teljes egészében megtekinthetik a következő hetekben, itt a Régió Plusz TV műsorán.